Nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó kedves jelenlévő munkatársait. Én Fülöp Erik vagyok, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője. És a mai sajtótájékoztató alkalmából szeretném elmondani, hogy a Mi Hazánk Mozgalom felháborítónak tartja és elítéli azt a elmúlt időszakban kialakult bírósági rossz joggyakorlatot, amely alapján akár halálos bűncselekmények elkövetőit is óvadék ellenében szabadlábra helyezi. Így ezek a halálos bűncselekményeket elkövető személyek, ezek a bíróságnak a jogerős ítéleteig otthon, az otthonukban várhatják az ítélet hirdetést. Az elmúlt időszakban két olyan megdöbbentő eset is volt, amely én azt gondolom, hogy a társadalom igazságérzetét felborzolta, és természetesen minden jóhiszemű ember elítélte ezeket a bírói döntéseket. Itt szeretném kiemelni példaként az érdi gázolóként elhíresült esetet, amikor is egy kábítószer és alkoholos befolyásoltság alatt álló személy Érd belvárosában 130 km/órás sebességgel közlekedve először elütött egy idős bácsit, aki sajnos az életét vesztette, ezt követően pedig nekiütközött egy olyan autónak, amelyben az egyik személy megsérült, és akinek maradandó fogyatékosságot okozott. A bíróság döntése alapján ez az elkövető mindezek mellett 10 millió forintos óvadék letétele esetén szabadulhat, és természetesen az otthonában várhatja majd a jogerős ítéletnek a kihirdetését. De azt gondolom, még inkább megdöbbentő volt az az eset, amely bejárta az egész világot, mégpedig a hableány és a viking hajónak a összeütközése és a katasztrófája, amely 28 ember életet követelt, és az egyértelműen hibás és vétkes ukrán hajós kapitány a bíróság döntése alapján 15 millió forint váltságdíj kifizetését követően kiengedték, és természetesen ő is szabadlábon várhatja majd a jogerős bírósági ítéletnek a meghozatalát. A Mi Hazánk Mozgalom egyértelműen azt gondolja, hogy a jognak ilyen esetekben azt a fajta közfelháborodást is kezelnie kell, és természetesen a társadalom igazságérzetének a helyreállítását is kezelni kell, és minden ilyen alkalommal meg kell szüntetni azt a fajta lehetőséget, hogy ezek a bűnelkövetők, ezek a halált okozó cselekményt elkövető személyek szabadlábon és az otthonukban várhassák az ítélet hirdetést. Mindazonáltal a Mi Hazánk Mozgalom ezért kezdeményezni fogja a büntetőtörvénykönyvnek és a kapcsolódó jogszabályoknak a módosítását, hogy minden ilyen súlyos és kirívó, a társadalom igazságérzetét felborzoló bűncselekmények esetében az óvadék letétel és a szabadlábra helyezésnek az esete az kizárt legyen.